Annyira egy házi évízbe is ellátogatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az elmúlt hónapban az ország 10 középiskolájában jártak, olyan intézményekben, ahol a vízügyi képzésnek hagyománya van. Az OVF és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara együttműködve próbálják népszerűsíteni a vízügyi képzéseket. Ennek része, hogy a korábbi bajai vízügyi főiskola stabilizálódott. A nemzeti közszolgálati egyetemhez került és önálló karként funkcionál, de létrehoztak egy saját tervezőbázist és felnőtt képző intézményt. Ezzel a kínálattal keresik a végzős középiskolásokat, közölte Júdi Balázs főigazgató 35 perc című műsorunkban. Szó, hiszen nem csak a, az egyetemi szintről és az egyetemi képzésről van szó, hanem, hanem a képzési rendszernek az alap, a közép és a felsőfokú részeiről is, illetve nyilván a vízügyi ágazat utánpótlásáról. Három éve kezdtünk el tudatosan foglalkozni az utánpótlás kérdésével, hiszen nagy mértékű kiöregedés és elvándorlás volt tapasztalható a, a vízügyben, és ezért az elmúlt három évben tudatos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy ezt a folyamatot elkezdjük visszafordítani, hiszen ez nem megy egyik napról a másikra. A három éves folyamat része volt a bérfejlesztés is. Szeptemberben már volt egy felzárkóztatás, ezt januárban folytatják. Egy kormánydöntésnek köszönhetően lehetőséget kaptunk arra, hogy a vízügyi életpályát kialakítsuk, amihez a megfelelő forrásokat is megkaptuk, hiszen egy nagyjából 30%-os bértömeg növeléshez jut az ágazat, csak nem 30%-kal több forrásán rendelkezésre, hogy ezt az életpályát kidolgozzuk annak érdekében, hogy a legfiatalabbaktól, és itt nem is feltétlenül, ahogy ön is mondta, nem is feltétlenül már a a, a ágazatba kerüléstől számítandóan, hanem már a főiskolá, főiskolai életbe bekapcsolódva ösztöndíjakkal, duális képzéssel is segítsük ugye, a kollégákat, és ez az életpálya innen kezdődően kialakuljon. A vízügy működése egyedülálló abból a szempontból, hogy szinte minden területről szükségük van szakemberre, de alapbázisuk az építőmérnökök és a vízépítőmérnökök. A legmodernabb technológiával dolgoznak. Erre a fűigazgató azt a példát hozta, hogy egy töltésszakadás esetén egy laptop segítségével meg tudják határozni, hogy a víz merre folyik majd, mikor ér el egy olyan helyre, ahol vajoni értékeket vagy embereket veszélyeztet, és hogy mikor tudják ezt megakadályozni. Így szinte minden műszaki tudományokban járt a szakember a segítségükre lehet. Az Országos Vízügyi Igazgatóság létrehozta az első nemzeti vízstratégiát hazánkban. Ez a kvassai jenőterv. A 300 milliárd forintos projekt 30 éves távlatban jelölte ki a feladatokat. Ebben kiemelt szerepet kapott a felső Tisza vidék.